A híd alatt, a Margit híd alatt énekelte feledhetetlen örök slágerében, a Csipkés kombinében a 3+2 zenekar. Ez a 30 éve felfoghatatlan stílusban és meghökkentő témákról daloló vajdasági banda egy csapásra stílus teremtett, és lettek a mulatós zene királyai. Hosszú évek után most újból videóklipet készítenek, és íródnak szép számmal az újabb remek művek. A hétvégén például az ajaki disznótoros farsangon ejtették ámulatba a hálás közönséget. Kombiné, a Csipkés kombiné, még az éjjel leszaggatom én. Van, aki így énekli, és van, aki pedig így. Még az éjjel veled alszom én. Az idősebbek nosztalgiáznak, a fiatalabbak pedig mulatnak. A Csipkés kombiné nincs a slágerlisták élén, sőt a végén se. Mégis mindenki ismeri. A lakodalmas rockgyöngy szeme, a 3+2 zenei formáció 30 évvel ezelőtt indult hódító útjára a Vajdaságból, és pillanatok alatt meg is hódította az egész világot, Ausztráliától Kanadáig. Külföldön, hogy nagyon szépen fogadtak meg, és majdnem, hogy ott is maradhatunk volna, egyesek, kettesek, de hát végül csak hazajöttünk a kis falunkba, kis országunkba, hogy mégis itt a legjobb. Mert hát mindjárt legjobb ott van. A vasfüggöny nyugati oldalán is milliók mulattak a Csipkés kombinére. Sikerük a rendszerváltás után is töretlen. Az iskola diszkóban szoktunk bulizni, hát a 3+2-re, meg hasonló dolgokra. Hogy mi a siker receptje, ennek jártunk utána. Nem is kellett messzire menni. A 3+2 a Szabolcs megyei Ajakon koncertezett a hétvégén. A titka az, hogy jó muzsikusok, élőben játszanak mindig, hogy az élőben játszunk mindig, muzsikálunk, és az, hogy utána nem gyűzünk haza, hanem örülünk az emberekkel beszélgetni, és közvetlenek vagyunk. Egy jobb létre szenderült disznó földi maradványainak elfogyasztása után a vajdasági zenekar már hangol is. Pálinkával. Hol lakom az angyalkák a mennyben? Sok jó boldogságot, sok sikert a TV2-nek is mindenki. Ne félj, kislány, nem lesz be! Eközben a közönség már nagyon izgatott, a Csipkés kombinét akarják. Na mindent eltakar! Talpalával az egész. Ha a lakodalmasokat húzzák, akkor lehet táncolni rá, mulatni, arra lehet. A nevük egyébként a 3+2, három bugyit, Bugyi Zoltánt, Bugyi Gyulát és Bugyi Jánost, és két nem bugyit jelent. A Bugyi Zolt mindenki is, most nem azért, most úgy szokták Bugyi Zoltának hívják. Igen. A tagok időközben kicserélődtek, most két bugyi van, apa és fia. De a Csipkés kombiné és a többi sláger sikere, ahogyan azt önök is láthatják, továbbra is töretlen. Csipkés kombiné, ez kell nekünk. 3+2, igen. Ez az a dal, ami alaposan megosztotta a zenész társadalmat. Igazából még Bugyi sem hitt a kombiné sikerében. Ő egyébként a Temerini Kultúrházban hallotta először a dalt 1982-ben. Danolták ezt a kombiné, Csipkés kombiné, azt hát olyan furának tűnt nekem is az elejében, hogy milyen dót ez, vagy én sem hallottam, pedig akkor már lakodalmakban sokat játszottunk, de ezt a dalt még én nem hallottam. Egy idős bácsi volt a megoldás, ő tanította a falubeli fiataloknak a nótát. Ezek után Bugyi a Bartók módszert választotta. Fogtam a magnót, és elmentem a bácsikához, és fölénekeltettem vele. Kombiné, Csipkés kombiné. 86-ban már rendszeresen játszott egy jugoszláv rádióadalt. Bugyiék először csak 5000 példányt akartak kiadni, végül 1,5 millió lett belőle. De hogy kiírta a dalt, akkor még senki nem tudta. Videóklip is készült belőle, amit már Budapesten forgattak. Igaz, a szövegben elhangzó Margit híd helyett a Városligetben. 25 év töretlen siker és nyomozás után a zenekar producerének végül sikerült kiderítenie a Csipkés kombiné eredetét. A dalt nagy valószínűséggel még a 20-as években írt a Szenes Iván édesapja, Szenes András és két társa. Csak akkoriban állítólag a pikáns szövegű dal még nem terjedt el az úri közönség körében.